Mendrei László a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Miért pont most, és egyáltalán miért? Mert az, hogy a szabad oktatásért, az jól hangzik, csak túl általános. Így van, ez egy hangzatos cím, az általában általános célokat fogalmaz meg, és hogy miért pont most, én azt ne haragudjam, hogy visszakérdezek, miért pont most ne. A három és fél év alatt, ami a 2010-es kormányváltás óta eltelt, illetve mióta kiderült, hogy itt milyen irányba alakítják át a közoktatást, magát az egész oktatást, azt gondolom, hogy bármelyik nap lett volna okunk tüntetni. Természetesen nem tettük, igyekeztünk nyomásgyakorlás egyéb eszközeit is igénybe venni, leginkább a józan észre próbáltunk meghatni, úgy tűnik, hogy ez nem sikerült, nagyon úgy tűnik, hogy nem sikerült, ezért vagyunk kénytelenek egy erőteljesebb eszközhöz folyamodni, ez a demonstráció. Tulajdonképpen már a következő kérdésemet is megválaszolta. Igen, tehát amikor visszakérdezett, hogy miért nem most, tehát aztán úgy folytatta, hogy bármelyik nap demonstrálhattak volna. Nyilván ezt nem tették, meg túl sok értelme sem lett volna, de tehát hogyha az oktatással kapcsolatban van valami fenntartásuk, akkor azért ezek a megmozdulások általában valamilyen eseményhez kötöttek, hogy na jó, akkor most már tovább nem tudjuk, mert nincs benne a költségvetésbe a, vagy a pontszámok, a hallgatói felvételi pontszámok, hát nem erről volt szó, akkor most megyünk az utcára, tehát ez mindig volt valami apropója. Most meg valami miatt betelt a pohár, vagy úgy gondolták, hogy az évet ezzel kell kezdeni, vagy miért? Tudnánk ennél sokkal jobb dologgal kezdeni az évet. A pohár égesség betelt. Csak egy pillanatra térnék vissza a demonstráció címére, a szabad oktatásért. Ugye ezért szerveződik ez az egész megmozdulás. Hiszen azt tapasztaljuk, hogy amit az előbb említettem, 2010 óta nem folyik más, mint az oktatásnak a gúzsba kötése. Azt tapasztaltuk, azt igazolják vissza a hozzánk beérkező vélemények. Nagyon sokan keresnek minket az, hogy végül is ez az egész oktatási köznevelési, nem is oktatási köznevelési törvény, ez nem más, mint egy, hát igyekszem finoman fogalmazni, hatalompolitikai eszköz, hiszen a hatalomnak az az érdeke, hogy minél engedelmesebb, minél jobban alkalmazkodó polgárokat neveljen, ehhez pedig leginkább az iskola a legmegfelelőbb, és hát miért csatlakozunk hozzá mi pedagógusok, hiszen minket is gúzsba kötnek, gúzsba köt a Kléber-Eszberg intézmény fenntartó központ, gúzsba akarnak kötni a pedagógus, nemzeti pedagógus kar felállításával, gúzsba kötnek minket a tankönyvpiacnak a lenullázásával, tehát bőven van okunk arra, hogy ismételten hallassuk a hangunkat, és nem akarunk, hát nyilván egyéni szabadságunkat is féltjük, nem akarunk így dolgozni, és hát nem beszélve arról, hogy a megfélemlített gúzsba kötött pedagógus, megfélemlített gúzsba kötött, megalázott gyereket fog nevelni, ez senkinek sem jó, nekünk pláne meg nem. És mit gondolok, mit tudnak elérni most ezzel a megmozdulással? Hát az, hogy miért pont most, és erre a kérdésen még nem válaszoltam, azt gondolom, hogy ez egy jelzés arra, hogy nincs okunk elégedetten hátradőlni, akkor sincs okunk elégedetten hátradőlni, hogyha valami hihetetlen mértékben emelkedik a fizetésünk, tényleg emelkedik, tehát ezt azért nem lehet eltagadni, de a méretekről azért és a hatására vitatkozhatnánk. Nem dőlhetünk hátra, mert hogy tényleg olyan dolgok történtek, amik szót kérnek, szót követelnek, és hát most jelezzük, hogy még mindig nincs jó irányba ez a rendszer, és jelezünk a következő hatalomnak, mindegy, hogy melyik lesz ez a hatalom, majdnem mindegy, hogy melyik lesz ez a hatalom, hogy mi ott vagyunk, mi meg akarjuk ezt változtatni, mi ezen dolgozunk, és hogy azt elérjük, hogy az oktatás visszanyeri a szabadságát. Az, hogy mindegy, hogy melyik lesz ez a hatalom, Majdnem mindegy, nem igaz, abból a szempontból, és nem pártpolitikai alapon, hanem ismerjük a jelenleg hatalmon lévő pártszövetség oktatáspolitikáját, és azt is tudjuk, hogy semmiféle szándék nincs az eddigi oktatáspolitikát gyökeresen megváltoztatni, tehát szó sem volt ilyenről a Fidesz kommunikációjában, hogyha még 4 évet kormányozhatunk, na akkor amit eddig csináltunk, azt eltöröljük, és valami egész újat fogunk. És ismerjük az jelenleg ellenzéki pártoknak is az oktatáspolitikáját, ők a tankötelezettség, pont tegnap tartottak sajtótájékoztatót erről, tehát a tankötelezettség korhatárt visszaállítanák, a tankönyv, központosított tankönyvellátást megszüntetnék, az intézmény fenntartó ilyen formában működését biztos, az igazgatói kinevezések ilyen formában kinevezéseket megszüntetnék, szóval ismerjük, hogy mit szeretnének. A kettő között óriási különbség van,
És itt most nem pártról kell szimpátiát vagy véleményt mondania önnek, de az eddigi követeléseikkel a jelenlegi ellenzéki pártoknak az oktatáspolitikai elvei vannak párban, vagy azzal hasonlít, vagy azzal állítható egymás mellé? Nem fogom elfelejteni a felvetésére, és feleljek, csak a mondandónak az elejére visszamennék egy picit, hogy ismerjük a jelenlegi hatalomnak, illetve a jelenlegi kormánykoalíció oktatáspolitikáját, nem ismerjük az oktatáspolitikáját, a jelenlegi hatalom gyakorlás oktatáspolitikáját ismerjük. Ez nem a kormánykoalíció vezető pártjának, vagy a kisebbik pártjának a politikája, oktatáspolitikája, ez nagyon szűken behatárolható, egy-két ember akaratát vetíti le az egész oktatásra. Itt 127 ezer pedagógusról van szó, több százezer gyerekről és több millió felnőttről, szülőről, és hát végül is az egész országról. És az, hogy amit mi mondunk, az most éppen a regnáló hatalommal szemben van, és ad abszurdum éppen az ellenzék álláspontja az áll közel, ez a PDS-nek az arcpolitikájába tartozik, mindig a hatalommal szemben kell helyet foglalnunk a tárgyalóasztalnál, ami nem jelenti azt, hogyha esetleg azonosak a gondolataink, akkor nincs egyező pont. Nem tudunk valamit támogatni, de mindenféleképpen kritikusan kell megfogalmazni a véleményünket. Az, hogy kritikusan kell szemlélni a folyamatokat, az, hogy most éppen totálisan szemben megy a PDS elképzelésével az, amit a fennálló kormány gyakorol, hát ez egy eset, ez egy jelenség. Az, hogy a kormányzat éppen, nem a kormányzat, a kormányra készülők éppen hasonlóképpen fogalmazzák meg azt, mint amit mi gondolunk, az megint egy helyzet, de tudom őket is megvigasztani, jelezni innen, hogy mi akkor is ott leszünk a másik oldalon, ha ők lesznek a kormányon. És én szinte biztos vagyok benne, hogy azért találnak majd kivetni valót, biztos, hogyha valaki más valósíthatja meg az oktatási koncepcióját. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm.